És most térben a legkisebb utat fogjuk bejárni, mert Babos Gergely tanárunk Budapestről érkezett hozzánk. Időben viszont a legnagyobb utat fogjuk bejárni, mert 550 évet fogjuk visszamenni az időben, és meglátjuk azt, hogy az a vallásteológiai kérdéskor, amelyet megpróbálunk megismerni egyáltalán, az hogyan kezdődött el késő reneszánsz idején. Itt vagyunk. Köszönöm szépen, és köszönöm Tibornak a meghívást. Azt külön köszönöm, hogy találkozhatok egy régi kollégával, Pacs Ferenccel, akivel nem is tudom, sok-sok évek, azon a korunktól kezdve ismerjük egymást, ami akár hiszik, akár nem, egy előző évezredben volt. De mielőtt belekezdek a mondandómba, szeretném kiosztani ezt a vázlatot, amiről nem biztos, hogy fogok tudni beszélni, de ha eljutunk oda, akkor jó, ha nem jutunk el, úgyis jó, akkor legalább ad valamit, amit el lehet vinni kézben, és akkor lehet önállóan olvasni Cusánust, meg Pico della Mirandolát, akikről megegyeztünk Tiborral, hogy velük kell foglalkozni, őróluk lesz szó. Tehát mielőtt belekezdek a mondanóba, egy nagyon fontos dolgot kell mondanom, ami nagyon jelképes. És ezt is köszönöm Tibornak, nem tudom, hogy tudatosan szervezte, de november 7-ére ezt a konferenciát. Amikor én fölnőttem, akkor még ünnepeltük a nagy októberi szocialista forradalmat ezen a napon. Azóta már tudjuk, én ma tudtam meg, hogy nem volt forradalom, egészen más volt, de egy bolsevik hatalomátvétel volt pont 100 évvel ezelőtt Szentpétervárott. És az alapvetően meghatározta Magyarországnak is a történelmét. És biztos, hogy egy ilyen konferenciát, egy ilyen egyházi főiskolán, egy ilyen témában, ilyen külföldi előadókkal nagyon hosszú időn keresztül Magyarországon nem lehetett volna megtartani. 1989 előtt semmiképpen. Ezt csak azért mondom, mert én is főiskolai tanár vagyok, én is fiatalokat tanítok, itt még vannak talán pár a fiatalok közül, az idősek meg egyébként is tudják ezt, és hálásak ezért. Nagyon hálásak lehetünk azért, ami történt, hogy most lehet egy ilyen konferencia itt, Pécsett, Magyarországon, ebben a témában. Hálásak lehetünk a szabadságért, ami megadatott, ami 30 évvel ezelőtt nem volt. Vagy 35 évvel ezelőtt nem volt. Éljünk jól ezzel a szabadsággal. Először is egy-két apróságot el kell mondanom. Itt egy vallásteológiai konferencián vagyunk, de magam elsősorban a középkorral foglalkozom filozófusként, és hát az a fogalom, amit használunk, vallásteológia, sőt a vallás fogalma is, ezek már mai fogalmak. Itt volt szó a II. Vatikáni zsinatnak is a szerepéről, nem akarok ebbe részletesebben belemenni. A középkorban a vallásról másképpen gondolkodtak. Egy átfogó valóság volt a vallás, nem az életünknek egy része, hanem magába foglalta lényegében az egész kultúrát, az egész civilizációt itt Európában. Tehát egy másik nézőpontból kell olvasnunk a középkori szövegeket, mint amikor kortárs szövegeket olvasunk. Az iszlám ilyen szempontból érdekes, mert az iszlámban ez a nézőpont, ez mai napig megmaradt. Tehát az iszlám az most is átfogó vallásnak, kultúrának, jogrendnek, mindennek tártja magát. Szekularizált iszlámról majd beszélhetünk a párbeszéd vagy a dialógus folyamán, hogy egyáltalán ilyesmi lehetségesen. És a religió az természetesen, amiben nagyon sok nyelven a vallás szava származik mai napig Európában, ez a latin szó, ez elsősorban a kereszténységet jelentette, Ágoston például, de nyomán mások, az ő nyomán mások is beszélnek az igaz vallásról, ami a kereszténység. Az iszlám például, ami mondjuk a legmasszívabb idegen vallás volt, amivel elég korán kellett találkozni a középkori embernek, gondoljunk itt például akár a keresztes hadjáratokra, amik már előkerültek, követők egy csoportja, Mohamed tanításának a követői, tehát nem voltak még vallásnak, nem voltak vallásként elkönyvelve a muszlimok.
és aztán 1453-ban történik valami, Konstantinápolyt elfoglalják az oszmán török seregek. Ez olyasmi volt, kérem szépen, akkor, mint 2001. szeptemberre, olyan mértékű megdöbbenést keltett ez, hogy a kereszténység legnagyobb városát, egy nagy központját, azt elfoglalják a törökök, és hogy ott milyen kegyetlenségek is történnek, deszakralizálják a Hagia Szófia mecsetet, és így tovább, és így tovább. És ezek után tudjuk, hogy terjed tovább az iszlám, részben ezt a pécsi területet és a környéket is hosszú idő alatt, ellenőrzés alatt tartotta ugye a szultán, és ezen történeti folyamat, történeti megrázkódtatás, történeti tapasztalat hatására kezdenek el azon gondolkodni az emberek, hogy hát akkor az iszlám is egy vallás, ezt is vallásnak kell mondanunk. Tehát a mai vallás fogalmunk hosszú-hosszú időn keresztül csak a kereszténységet jelent, és itt kezdődik egy nagy megrázkódtatás. A középkornak persze még nincsen világvallás fogalma, tehát a vallás fogalma is éppen a középkor végén kezd átalakulni. Az iszlámon kívül a többi vallást még nem ismerik, és hát a zsidóság az itt él persze Európában, a zsidósággal való viszonyról többen beszéltek már. A zsidóságot nem tekintik külön vallásnak, a kereszténység, kereszt, Krisztus ellenfeleinek tekintik a zsidóságot, ami például a jogi helyzetükből látszik. Egy példát mondok, én szombathelyi vagyok, Magyarországnak a területén több Szombathely nevű község van. Ez mindenütt arra utalt, hogy a vásárnak a napja a szombat volt. Tehát a zsidók eleve ki voltak zárva ezeken a helyeken a vásártartásból. Nem létezik vallástudomány, középkor nincs vallásbölcselet, nincsen vallások rendszeres teológiája, ami nem jelenti azt, hogy például a mások üdvösségének a lehetőségéről, akik még nincsenek megkeresztelve, nem gondolkodnak, de nincs vallásszabadság sem, vallási tolerancia, és még egy egységes keresztény világképben élnek. Tehát ebből a nézőpontból kéne őket megközelíteni. Vallásbékét javasolt Tibor a címbe, hát a vallásbéke az is egy újkori fogalom ebben a formában, és a nagy kivétel, ugye egységes keresztény világról beszélünk, a nagy kivétel itt megint az iszlám a 15. században. Az iszlámban egy olyan konfliktus van, ami megdöbbenti Európát és rádöbbenti a gondolkodókat arra, hogy itt esetleg egy másik vallásról van szó, és úgy is érzékelik ezt, mint egy vallási konfliktust. A béke persze nekik is nagyon fontos volt, történelme most nem akarok belemenni, de ez nem annyira a vallásbéke különböző világvallások közötti megvalósuló formája lett volna, kivétel lesz az egyik Nikolaus Kuzánusz, akiről fogok is beszélni. Aztán még a középkorral kapcsolatban az is fontos, hogy filozófiai szövegeket vizsgálok, és hát a középkori filozófia az nem az újkori filozófia, nem Descartes utáni vagy Kant utáni filozófia, tehát nem egészen azzal a szemmel kell olvasni ezeket a szövegeket, mint a modern szövegeket. És ennek ellenére persze az ember elveszhet, annyi mindent készítettem elő, a Tibornak átküldtem a diákat, azt mondta, hogy hát remélem, hogy el fogom tudni mondani. Tényleg ennek ellenére sok a forrás, amit megpróbáltam áttekinteni. Hát nem sikerült természetesen, de azt javaslom, hogy a középkori szövegektől ne a mai kérdéseinkre várjunk rögtön választ, hanem nézzük meg, hogy mit mondanak a középkori szövegek, mint középkori szövegek. És utána lehet majd azon elgondolkodni, hogy ebből mit tudunk mi hasznosítani. Valaki kérdezte ezt a délelőtt folyamán, hogy mit viszünk mi innen haza, miért, milyen beállítódással hallgassuk ezt az egész konferenciát. Hát először próbáljuk meg itt a középkori szövegeket, mint középkori szövegeket hallani. Menjünk vissza a középkorba. Nézőpontváltást jelent ez. Tehát picit máshogy fognak látszani a dolgok. A 15. században vagyunk, és ott az egyetemek között van egy nagy vita, a régi hagyományos teológia, mondjuk Aquinói Szent Tamás féle teológia, amelyik azt mondja, hogy a hit és az ész valamiképpen szintézisbe hozható, ez megkérdőjeleződik, ez látszik a jövő útjának mind a filozófiában, mind a teológiában, és a katolikus egyetemeken persze a régi irányzat lesz az uralkodó. Tamással, aki akkor már halott, vannak gondolkodók, akik képviselik még ezt a régi utat, az új, a modern uttal szemben, ugyanakkor tovább mennek ennél.
ezek a gondolkodók, akikre itt gondolok, ők nem feltétlenül egyetemi tanárok voltak. Cusanus például nem volt egyetemi tanár, meg Pico della Mirandola sem. És Platón, illetve a platonistáknak az írásai sugallják nekik ezt a gondolatot, tudnélik, hogy a tudás egység az általánosabb. Tehát egyrészt igenis az, amit Tamás gondolt, hogy az arisztotelészi filozófia és a keresztény hit az egységbe hozható, hogy pogány filozófia és a keresztény kinyilatkoztatás valamiképpen együtt gondolható. Ez az egység, a tudásnak az egysége, ez még tágabb, ez nem csak az arisztotelészi filozófiára igaz. És akkor itt szeretnék rátérni a két hős közül az egyikre, Pico della Mirandolára, nem látszik a képen, de állítólag férfi szépség volt, nők bomlottak érte, ez galibát is okozott az életében, amiről csak azért vetítek ki néhány diát, mert nem igazán ismerős az ő élete. Nagyon rövid életet élt, egy nemes ifjú, aki nagyon kiváló volt a tanulmányokban, és nagyon hamar, nagyon fiatalon, nagyon gazdag lett, rengeteg mindennel foglalkozott, tehát tanult görögül, tanult héberül, rengeteg mindent olvasott. Különböző barátai vannak itt, azt hiszem Ficino látható az egyik barátja, itt a másik, ez ugye a Nagy Medici, a Lorenzo herceg. És egy nagyon szerencsétlen szerelmi botrány után ő visszavonul, bűnbánatot tart, és abban az évben kiad 900 tételt, egy római filozófiai konferenciára készülendő, az a célja, hogy Rómába összehívja az egyháznak a tanítóit, és ott megbeszéljék ezeket a tételeket. Ezt a művét ki is nyomtatták életében, és aztán a cenzor alá került, az egyházi bizottság az nem volt vele megelégedve, és ő ezt már tudta, sejthette, írt hozzá egy bevezető szöveget, amiben próbálta bevezetni a gondolatait, próbálta tisztázni a gondolatait. Erről a bevezető szövegről lesz ismert, lesz egy-két szó még az előadásban. Ezt egyébként életében nem ismerték, mert tehát ez a konferencia soha nem jött létre, és ezt a bevezető előadását, ezt a beszédet soha nem mondta el. A barátai ismerték. De a lényeg az, hogy nem sikerült ezeket a tételeket megbeszélnie, sőt, 13 tételt el is ítélnek a bizottságból, utána ír a 13 kifogásolt tétel védelmében egy nagyon bonyolult inkvizíciós eljárás és per és menekülés következik, egy kalandregényt lehet írni az ő életéből, de aztán visszatér újra Firenze környékére, nagyon sokat dolgozik, egyre inkább a keresztény teológia és spiritualitás felé fordul. Most az egyik kérdés, ami neki is kérdés volt, és aztán Cusanusnak is kérdés lesz, az pontosan az volt, hogy Platón és Arisztotelész, a két nagy görög filozófus, Platónnak az írásait ekkor ismeri meg igazából Európa, ezek fedésbe hozhatók-e? Ez egy nagyon régi kérdés volt, már az ókortól probléma volt, hogy ők ketten valóban ugyanazt mondják, csak más szavakkal, ahogy ez a Cicero idézet mondja, vagy pedig nem erről van szó. Tehát az ókori kommentárok ezzel a kérdéssel már küszködtek, és amikor természetesen Platónnak a műveit jobban megismerik, középkor végéig gyakorlatilag egy Platón mű volt, csak fordításban olvasható, akkor újra fölmerül ez a kérdés, a kettőknek a konkludiája, ez a Leonardo Bruni ír erről, és lényegében azt mondja, 15. században vagyunk Itáliában, hogy mindkét gondolkodó összeegyeztethető a keresztény igazsággal. Tehát nyilván akkor egymással is összeegyeztethetők. És meg kell említenem Gemistos Platont, aki egy görög filozófus volt. A török erről sok görög menekült akkor Itáliába. És ő egy platonista volt, aki azt mondja erre a kérdésre, ebben a művében, aminek a címe is sokat mond már, hogy miben tér el Arisztotelész Platontól, hogy Platóné az igazság, Arisztotelész pedig ugye haszontalan a keresztény teológia számára. Platón nagyon is magasabb rendű az arisztotelészi tudománynál. Ezt egyébként egyháztörténetileg fontos tudni, hogy a firenzei Ferrari zsinatnak szánta provokációként, ugye ahol létrejön egy egység a kelet-nyugati egyház között, ez részben politikai okokból jön létre, részben azért is, hogy az oszmány előrenyomulást megelőzzék, de Platón azt mondja, hogy a
keleti teológusok, akik Platónon nevelkedtek, és a nyugati teológusok, akik Arisztotelészen nevelkedtek, ők csak egy nagyon-nagyon felszínes megegyezést érhetnek el. Na most erre a kihívásra, erre Pico válaszol egy könyvében, ahol lényegében azt mondja, hogy Arisztotelészt meg kell védeni, tehát hogy ő is tudott olyan dolgokat, amiket Platón tudott, a létező és az egy, ugye ez a címe a könyvnek. Platón is tudta, és Arisztotelész is tudta, hogy Isten egyenlő a jóval. Végül is összhangba hozható ez a két gondolkodó. Ezt egyébként egyéb műveiben is képviseli ezt az egységet. És azokban a bizonyos tételekben, amikről most nem tudok beszélni, 900 ilyen tétel van, tehát ebből 2-3 kurzust kéne tartani legalább, tehát azokban a tételekben is képviseli ezt a nézetet, de azt is, hogy egy sokkal nagyobb egység létezik, ezek a tételek pont arról szólnak, hogy tulajdonképpen mindenfajta általa ismert iskola, tanítás, ha jól megvizsgáljuk, ha jól olvassuk, akkor ugyanazt a bölcsességet mondja. És itt vissza kell térnem egy régi középkori hagyományra, ahonnan ered ez a gondolat, Abelardnak a képét látják, aki Szent Ágostonra visszamenő gondolatot bont ki, aminek az a lényege, hogy összegyűjti a pogány tanúságokat a kereszténység mellett, és ezeket rendszeresen vizsgálja. Platónnak a nevét és Hermes Trismegistosnak a nevét emelem ki, a platonikus szövegeknek a Szent Háromságos olvasatát adja. Tehát azt mondja, hogy ezek a régi ókori nem keresztény szövegek, ezek olvashatók, értelmezhetők keresztény módon, igazából ők is tudták, ismerték a keresztény igazságot, olyan központi igazságot, mint a Szent Háromság, vagy megsejtették. Ez egy hagyomány, a Priska teológiának a hagyománya, ami különböző változatokban megjelenik. Ficino, a kortársa Mirandolának így határozza meg ezt, hogy a teológiához tartozó ezen dolgokban hajdan 6 vezető teológus gondolkodott egymással megegyező módon, és itt olvashatunk egészen egzotikus neveket is, olyanokat, hát Pythagorasznak Platón talán mindenki ismeri, a többieket kevésbé, hát nekem is ismeretlenek voltak ezek, ezért is nehéz ezeket a reneszánsz szövegeket olvasni. De a lényeg az, hogy ezek a bölcsek mind tulajdonképpen egymással megegyeznek. Tehát ez az az ősi teológia, amit már a pogányok tudtak, pogányok ismertek, nem függetlenül persze az Ószövetségtől, és ez tulajdonképpen a kereszténységgel egységben lévő bölcsességet mond. Ez a gondolat egyébként a reneszánszban nem hal ki, hanem később majd 16.-17. számban szerint például pont Angliában virágzásnak indul. Az az érdekes, hogyha a Priska teológiát megnézik a mai teológiai szakkönyvekben, lexikonokban, enciklopédiákban, én egy pár, mondjuk 7 könyvet néztem meg, sehol nem találtam ilyen címszót, vagy ilyen hivatkozást. Tehát ez egy teljesen elfeledett hagyomány mára. A lényeg az, hogy Ficino szerint és Pico szerint is volt egy ilyen egység, tehát ez egy történeti tény, ezt csak ki kell bontani, ezt csak el kell magyarázni, hogy a pogányok igazából már ugyanazt gondolták, mint a keresztény tanítás. Tehát ez a bölcsesség alapelve, ami ebből a forrásból származik, és ezt képviseli mind a bevezető beszédben, mind a tételekben. Itt, ami neki az újdonsága, az a kabala, amiről nagyon nem tudok beszélni, ez zsidó hagyományra megy vissza, Mózesnek adott szóbeli tanítás, ami nincs leírva a Tórában, hanem századokon, ezredéveken keresztül szóban hagyományozódik. Ez az, ami az ő értelmezése szerint, ami a kabalának a misztikus tanítását jelenti. Ő keresztényként ezzel valamelyest megismerkedik, ezt keresztényként értelmezi, és úgy gondolja, hogy ez is összecseng ezzel az ősi bölcsességgel, sőt, ez még magasabb rendű is annál, amit a pogányok tudtak, ez egyértelműen biblikus eredetű, egyértelműen kínálkoztatása közvetlen forrása neki. Annyit azért szeretnék mondani, hogy lássunk egy áttekintést, mi minden van ebben a sok-sok tételben, vannak skolasztikus tételek, klasszikus görög filozófiából tételek, és más egyéb források is, kabala, és a kabala nagyon jelentős, és Pikónak van, nem is tudom, jó pár száz saját tétel, azt hiszem 500 saját tétele. Hát nehéz lett volna mind a 900-at végig tárgyalni, de erre végül sem vállalkozott senki. Tehát követi ezt a régi hagyományt, de kibővíti azt, és célja az, hogy bemutassa ezt az egységet, ezt a nagy-nagy
egybecsengést, ami már létezik. És ebben a pogány filozófia, ahogy próbálom megmutatni, egy nagyon korlátozott szerepet játszik. A kabala az sokkal fontosabb. Az élete végére ezt a gondolatot egyébként elveti, ezt az ősi teológiát, de a görög filozófiát továbbra is becsüli. És itt, hogyha megnézzük egy kicsit közelebbről az orációnak a szövegét, amiről van egy vázlatuk is, ott látjuk azt, hogy előkerül a béke, tehát nem a vallás béke, vallások közötti béke, az nem kérdés számára, de korábban Itáliában igenis fontos volt a békének a kérdése, és ő úgy gondolja, hogy az egész szöveg filozófiának az első része, a morálfilozófia, az pedig nem csak elmélet, hanem azt jelenti, hogy jobbítom magamat, és csak akkor lehetséges egy békét megvalósítani a külvilágban, hogyha ezt a belső békét, amit a filozófia segít elérni, ezt elértem. Tehát az első tanulság, ez egy kicsit hasonló a von Stoss előadásának a tanulsága, az csak filozófiai szempontból, hogy itt a filozófia az nagyon gyakorlati dolog, a lélekterápia és ezen a konferencián talán azért fontos ezt kiemelni, mert ez összecseng azzal, amit a vallásokról gondolunk, amit a vallások csinálnak. Tehát nem egy öncélű elméleti játék, hanem önmagunk megismerése és jobbítása, idézés a delfói mondást, hogy ismerd meg önmagadat. A második tanulság Picóból, ebből a nagyon rövid áttekintésből, hogy a különböző álláspontok megvitatása, ami gyakorlati volt a középkori egyetemeken, az kiterjeszthető, ő legalábbis kiterjeszti ezt elvileg minden elgondolható álláspontra, mert hogy ezeknek valamiképpen mind helye van. Egy kicsit olyan gondolkodó ő, mint mondjuk Leibniz, hogy ugye Leibniz mondta, hogy minden filozófus mondott valami igazat, amit tagadtak, abban tévedtek, amit állítottak, abban sokszor igazuk volt. Csak hát ugye meg kell találni azt a nézőpontot, ahonnan ezeket összetudom egyeztetni. És meg kell találni ezt a nézőpontot. A harmadik tanulság, ha elolvassa valaki egy párszor ezt a szöveget, az orációnak a szöveg az viszonylag rövid, akkor kiderül, hogy ez egy misztikus szöveg, tehát a misztikus átalakulás az ő célja. Dionysos Areopágitát például nagyon sokszor idézi, de hát a kabalát is bőven idézi. Ebben most nem akarok belemenni, de a cél az Istennel való egyesülés, tehát valami tapasztalati Isten ismeret, és azt hiszem ez összecseng azzal, amit Feri mondott. Én úgy gondolom, hogy a vallások megértése, ez a vallási párbeszéd, ez szintén egy fontos szempont. De akkor itt hagyjuk őt a sírjában, közös sírban van, a Firenzei katedrálisban van eltemetve, aki arra jár, majd küldjön egy lapot erről a helyről. Cusanus egy másik gondolkodó, akinek az életéről nem sokat beszélek, egy kicsit korábban él, mint Picó. Mennyi idő van még? 10 perc körülbelül? 20-ig vagyok, jó, köszönöm. És neki három művét szeretném kiemelni, az ő életéről most nincs időm beszélni, de látható, hogy az egyház egy kardinálisáról van szó. Jogászról, akinek kétszer ajánlottak föl katedrát a Löweni Egyetemen, és egyszer se fogadta el. A tudós tudatlanságról írt munkája az magyarul is olvasható, a De Visione Dei az magyarul nincs meg, és a De Pace Fidei az magyarul is olvasható szintén, aminek az egyik címe egyébként ez, hogy a vallás béke, vagy a hit békéjéről. Tehát ezekre a művekre fogok támaszkodni. Ellentétben Picóval, akinek nem volt igazán közvetlenül tárgya a vallás béke, inkább csak próbáltam kiemelni a műveiből azt a néhányt, az életművéből azt a néhány vonást, ami esetleg kapcsolatba hozható a különböző vallások egysége, vallások békéje témakörével. Cusanusnál azt látjuk, hogy neki ez konkrétan kérdése volt. Tehát 1453-ban írja ugye a hit békéről szóló művet, az utolsó címe ez, és egészen biztosan tudjuk a levelezéséből, egészen biztosan tudjuk magából a műből, hogy ez egy válasz akart lenni arra a kulturális sokra, amit Konstantinápoly elfoglalása okozott. Ráadásul Cusanus kora, ifjúkorától kezdve, ő kimondottan érdeklődik más vallások iránt. Nem a Priska teológia hagyományát követve feltétlenül, de a legelső ránk maradt prédikációjában, ami egyébként itt rosszul írtam, de Dr. Ironius nem 1430-ban, 1440-ben született, de a 30-as években van egy prédikációja, ahol például az Isten neveiről
szól, hogy mondjuk a tatárok hogy mondják az Istennek a nevét. Tehát őt érdekelték azt, hogy más népek, akár többi-kevésbé a középkori Európa számára ismeretlen népek is, mit mondanak, amikor Istenről beszélnek, vagy Istenhez beszélnek. Ez a sírköve Rómában. Csak előreugrottunk. Igen. Ez egy levél, ami a Deoktognomancia végéhez van kapcsolva, és itt ez tulajdonképpen ez a részlet, ezt magyarul is megtalálják az utolsó oldalon. Ez a részlet arról szól, hogy megtalált valamit, egy megoldást, egy problémára, amit korábban nem ismert. És ez a része a levélnek, ez tulajdonképpen a válasza a Plétónak a fölvetésére, aki ugye azt mondja provokatív módon, hogy Arisztotelész és Platón tulajdonképpen nem egyeztethető össze egymással, és ő azt mondja, hogy amit próbáltam korábban keresni, és amit nem tudtam megtalálni, arra most megoldást találtam, sőt igazából hát isteni módon megvilágosodásom volt, amikor egyébként jöttem vissza Görögországból, Konstantinápolyból, amikor hozta a ferrarai zsinatra a görög küldöttséget, nagyon valószínű, hogy Platón is ott utazott, és beszélgettek egymással ezekről a problémákról, akkor rájött az utolsó sorokban van ez, hogy a fölfoghatatlan dolgokat fölfoghatatlan módon a docta ignorantiában, tehát a tudós tudatlanságban át lehet ölelni azáltal, hogy az ember számára tudhatókat, azokat tudható igazságokat, azokat meghaladjuk. Ez nagyon tömör megfogalmazás, de egy kicsit majd megpróbálom kibontani. A címzettje ennek a levélnek az ő tanára, aki minden bizonnyal szintén részt vett a zsinati munkákban, és a Giuliano Cesarini, és Cusanus azt üzeni tulajdonképpen Cesarininek, hogy az Arisztotelészen nevelkedett nyugati teológusok, azok tanulhatnak a görögök platonizmusából. Tehát, hogy ennyiben mindenképpen válaszol erre a fölvetésre, ami Platontól eredt. És ugye itt azt mondja, hogy a meg nem érthető dolgokat az ember meghaladja, meg nem érthető dolgokat átöleli, magához öleli, föl nem fogható dolgokat, és paradoxonokba ütközünk, hogy hogyan fogjuk föl azt, amit nem lehet fölfogni a paradoxon. Na, örültem, hogy Feri erről beszélt, nagyon fontos Cusanus számára. De a paradoxon az nem egyszer logikai ellentmondást jelent. Tehát amikor paradoxonnal találkozunk, akkor arról van szó általában, és Cusanusnál is erről van szó, hogy a valóság az sokkal összetettebb, sokkal nagyobb, mint amit a mi fogalmainkkal le tudunk írni. És ezért ütközünk abba a tapasztalatba, hogy a fogalmaink, amikor megpróbáljuk leírni ezt a valóságot, ellentmondanak egymásnak. Ez szerintem egy alapvető fölismerése a teológia számára. Cusanus egyik nagy-nagy gondolata, nagy-nagy felfedezése. És természetesen azt is látni kell, hogy a nyelvünk az alapvetően metaforikus, tehát rengeteg szót átvitt értelemben használunk. Ugye a metafora szót, amikor azt mondom, hogy átvitt értelemben, ezt magát is metaforikusan átvitt értelemben használom, mert nem fizikai átvitelről van szó. Amiről talán már sokan hallottak, ez a coincidencia oppositorum, az ellentétek egybeesése, ez a fogalom, amit Cusanusról mindenki tud, nem biztos, hogy érti, de ha Cusanusról egy fogalom jut az eszünkbe, akkor ez beugorhat. Ez szintén egy metaforikus fogalom. Szokták azt mondani, hogy Isten ez a ellentétek egybeesése, de ez nem igaz, Isten túl van még ezen. Tehát Isten olyan mértékben transzcendens, hogy még ezen is túl van. Viszont például a cusanusi krisztológiában ez a fogalom alapvetően működik. Gondoljuk el, hogy a krisztológiában ember, a véges ember és a végtelen Isten egységét kell együtt gondolnunk. Tehát ez két valami egymással nem logikailag ellentétes, de nagyon nehezen összeegyeztethető dolognak az egybeesését jelenti. Hát a cusanusi krisztológiáról most nem tudok részletesen beszámolni, de arra szeretnék inkább rátérni, hogy maga a tudós tudatlanság az egy nagyon ősi filozófiai gesztusból, vagy magatartásból ered, szokratészi eredetű, nem véletlenül, hogy a Szokratész volt az, aki a saját tudatlanságát hangsúlyozta, mindig ebből indul ki, és ebben állt a bölcsessége. Tehát fontos az, hogy a saját filozófiai tudásunk határaira
reflektáljunk. Azt hiszem ez is elhangzott, hogy ha tudjuk azt, hogy nem tudunk, az már egy pozitív tapasztalat, tehát akkor ismerhetjük meg jól akár a másikat is. És Cusanus itt ebben a könyvben azt is leszögezi, hogy már igazából a pogányok érzékeltek valamit az istenségből. Tehát beszéltek például filozófusok arról, hogy van egy végső elv, ebben ott van sejtésszerűen az egyisten hitnek az álláspontja, és beszéltek arról ugye különböző pogány vallások, hogy sokféle isten van, hát emögött meg ott van valamiképpen a Szent Háromságnak a megsejtése. Tehát pozitív módon értékeli ki ezeket a tényeket Cusanus. Ugye részben az ő nevéhez köthető az, hogy fölismeri a történelmi katasztrófa eredményeképpen, hogy az iszlám is vallás, az iszlám is religió. És tényleg az a kérdése ebben a műben, a Deepaka fideiben, hogy lehetséges a vallások összhangját megteremteni. Egész pontosan, hogy lehetséges megszüntetni a háborút, hogy lehetséges a vallásháborút megszüntetni, tehát egyfajta vallásbékét létrehozni. És erre a válasz az nagyon-nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy a vallás az egy természetes követelmény, egyrészt minden emberben benne van a boldogság vágya, és ugye ezt a vágyat csak Isten töltheti be. Másrészt viszont azt, hogy csak az egyisten töltheti be a vágyat, a vallás, és ugyanaz a vágy működik minden emberben, és ezért a vallások igazából ugyanarra a boldogságra irányulnak, ezt a meggyőződést, ezt nem a kínlatkoztatásból vesszük. Ezt az emberi elme látja be szabad gondolkodás által. Tehát ez nem egy hittétel. És ő úgy képzeli el a vallásoknak a nagy-nagy egyeztető párbeszédét, hogy persze a kereszténysége az elsőbségű, nem adja fel a keresztény hitét, de a többi vallás a szertartásaiban valamit megmutat szintén az egyből, az egyistenből. Említettem már, hogy Cusanus érdeklődik korai fiúkorától kezdve más vallások iránt. Más vallások, mint vallások érdeklik. Tehát érzékel, hogy a vallásoknak van egy praktikus dimenziója, egy pozitív dimenziója. A rítusnak milyen központi szerepe van. A szertartások különbözősége miatt dúl ez az üldözés, amit a törökök által megszállt területen tapasztal. Erről olvashatunk a dialógusban. És hát ezt hívom gyakorlati vagy fenomenológiai érzékenységnek, egy középkori gondolkodótól egészen meglepő módon. Tehát vannak alkalmak, amikor egészen a dolognak a gyakorlati oldalára tud nézni, nem csak egy elméletet ad. Ez nagyon fontos. Az ő egység formulája, hogy egy vallás a szertartásoknak a sokféleségében, ez persze az egy és a sok mintájára, ahogy azt ugyanabban az évben írt művében, a De Visione Deiben írja, hogy az egy Isten, a végtelen, az csak sok képmásban tudja kifejezni magát. Az Isten az, amikor megteremti a világot, akkor nem még egy Istent teremt, ugye ez logikai ellentmondás volna, hanem magánál kisebbet teremt, de azért ez a képe az isteni festőről szól. Az isteni festő nem egy tökéletes képet készít magáról, hanem mert nem lehet tökéletes képet csinálni, mert ő végtelen, ő kimeríthetetlen, hanem végtelen sok képet csinál magáról, és így gondolható el az egy Isten és a végtelen sok teremtménynek az egysége. Hát valamiképpen ezt tükrözi az egyvallás és a sokfajta szertartás. Ami a szertartásokat illeti, Cusanus megengedőbb, mint az egyháznak a gyakorlata. Tehát például azt mondja, az ellenmond János evangélium a 6. fejezetének, hogy az eukarisztia az nem szükséges az üdvösséghez. És azt is mondja, hogy bizonyos más szertartásokat, például a keleti kereszténységben itt-ott meglévő körülmetélést, amit a Ferrara Ginet nem fogadott el, azt mondja, hogy ezt el kell fogadni. El kell természetesen fogadni, így gondolja. És egy nagyon fontos, még ezeknél is fontosabb kitétel, hogy ő úgy gondolja, hogy ha a különböző népek ugyanazt az Istent imádják, tehát elfogadják az alapvető keresztény tanítást, de különböző szertartásokkal, akkor egy nemes versengés jöhet ebből létre, és tulajdonképpen ez még jót is tesz a vallásosságnak. Tehát a megoldás az keresztény, a krisztusi hit közös alapja, és a vallásosság eltérő külső megnyilvánását megengedő rítusok, szertartások. Ahogy persze elképzeljük a szertartásokat, az eléggé középkori, meg ott van benne a keresztség is, tehát ott van benne az egyháznak a szentségi szerkezete.
És az utolsó pont, amiről beszélni szeretnék, hogy ez a megoldás, bár egy teológiai megoldásnak látszik, ez mégsem ideológikus. Tehát nem egyszerűen azért mondja Kuzánusz, hogy nem adom fel a kereszténységet, és a kereszténység legyen ez az egységes vallás, ami összeköti az embereket. Nem egyszerűen azért, mert ő keresztény, mert ő az egyház hivatalához tartozik, mert ő bíboros, vagy rossz hiszeműségből nem vallja be, hogy ő már rég nem keresztény. Nem erről van szó, hanem van egy filozófiai oka, egy nagyon fontos filozófiai oka annak, hogy ő ragaszkodik a Szent Háromság hitéhez. Tudnélik, a Szent Háromság hite az önmagában hordozza azt az állítást, hogy az Isten az fölülmúl bennünket. Az egy Istent, azt még elég könnyű a saját képünkre formálni. Elég könnyű úgy elgondolni, hogy azt az egy Istent elgondolom, azt az egy Istent meg tudom határozni, tudok róla tudományos definíciót mondani. Valahogy belefér a fejembe. De amikor arról hallok rögtön az elején, akkor megismerem a keresztény hitet, hogy az Isten egy is, meg három is. Hát ezt elég nehéz elgondolni együtt. És pontosan azt mondja Kuzánusz, láttuk a D-doktori garanciában, hogy a Szent Háromságban ott vannak a pogány filozófiának, a pogány sok Isten hitnek is a sejtései, csak egy kifejezett formában, és a kettőnek a szintézisét adja a Szent Háromság. Ez már egy régi patrisztikus gondolat, de ami nagyon fontos, hogy bármilyen más vallásos álláspontnál, vallásos tanításnál egyértelműen mutatja föl az Istennek a fölülmúlhatatlanságát, a transzcendenciáját. Hiszen ő meghaladja minden emberi fogalmunkat. És a Szent Háromságos hitvallási formula az önmagában ezt fejezi ki Istennel kapcsolatban. Tehát azt is lehet mondani, hogy a tudós tudatlansága határainknak a beismerés, ez bele van kódolva a Szent Háromságos hitben. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket.